Közös bemelegítéssel indult a nap ma a Várkönyi István Általános Iskola alsósoknak helyet adó épületében. Gyereknapot tartottak ma, amelyen nagy szerep jutott a mozgásnak is. Ezért volt szükség egy kis bemelegítésre. De nem csak így készültek a gyerekek erre a napra, hiszen már korábban is feladatot kaptak. Azt találtuk ki, hogy Magyarországot mutatjuk be nekik, és megyékre bontottuk az ország részeit, és minden megyében elhelyeztünk egy-egy játékot, hogy hát, ha így majd jobban fognak tudni tájékozódni. Majd meglátjátok, hogyha körbenéztek, van olyan megye, ahol lufi fújóverseny, buborék fújóverseny zajlik, van olyan megye, ahol légvár van olyan megye, ahol lehet kapni limonádét, rengeteg dologgal fogtok találkozni, óriás buborékot készítenek, nagyon változatos programokkal készültünk nekik. A vármegyékről a gyerekek osztályonként plakátokat is készítettek, a felkészülés során pedig így még jobban megismerhették hazánk egyes tájait. A diákok izgatottan és boldogan készültek a csodás időben induló programokra. Még a nap elején kérdeztük őket, mit tudnak a gyereknapról, arról, hogy mi vár rájuk. Ezek a kajrás városokról lesznek csomó helyszínek, ahol lesznek csomó feladatok. Te hallottál már valamit a feladatokról? Igen, hallottam, hogy lesz majd ilyen kis papírrákocska készítés, és lesz tekepálya, mocsárjárás, meg a többi. Nem ismeretlen számukra ez a játékos, mozgásos program, minden évben szerveznek ilyet pedagógusaik számukra. Tavaly is volt, csak akkor nem ilyen kajrás városos, de akkor is ilyen rendezvények voltak, meg ilyesmi volt Ugráróvár akkor is. Te emlékszel ilyenre, és hogy tetszett? Nagyon. A nap sikeréhez és az önfelett szórakozáshoz természetesen azért az is hozzájárult, hogy már gyakorlatilag vége a tanévnek, vagyis hamarosan megkezdődhet a jól megérdemelt nyári pihenés. Addig azonban ma még jót játszottak, jót mozogtak, ismerkedhettek a rendőrautóval és még a rendőrök védőfelszereléseivel is. Védi az állatot, és akkor ezt úgy kell magadnak beállítani. Ettek jégkrémet, ihattak limonádét, és amit a gyerekek reggel még nem is tudtak, mindannyian ajándékot is kaptak a nap végén.